Mihez kezdj a szorongásaiddal, ha szorongó vagy? Szeretettel köszöntelek, Németh Erika vagyok, önismereti tréner. A szorongás bizony a félelmeidnek egy bizonyos formája. Amikor szorongsz, akkor nem attól félsz, ami kívül van körülötted. Nem magasságtól, nem félelmetes emberektől, nem póktól, nem rovaroktól, nem víztől, és még sorolhatnám, hanem nagyon érdekes, amikor szorongsz, akkor tulajdonképpen önmagadtól félsz. Ez pedig úgy értsd, tudom, kemény szavak, hogy attól félsz, hogy nem fogod tudni megállni a helyedet egy bizonyos helyzetben. Attól félsz, hogy nem leszel elég. Attól félsz, hogy rossz döntést hozol. Attól félsz, hogy csalódást okozol másoknak. Attól félsz, hogy nem olyannak fognak látni téged, amilyennek te szeretnéd láttatni magad. Attól félsz, hogy ciki, hogy béna, hogy rossz színben fogsz feltűnni. Attól félsz, hogy egy helyzet olyan reakciókat hoz ki belőled, amiket gyakorlatilag te magad sem tudsz előre felmérni magadról. Tulajdonképpen óriási ismeretlen vagy a saját magad számára, ezért nem tudod beazonosítani a félelmedet, amikor szorongsz. Hiszen amikor alapvetően félsz, akkor meg tudod mondani, hogy mitől is félsz igazából. A szorongás azonban egy olyan mélyen gyökerező félelem, amikor tulajdonképpen már nem is látsz rá arra, hogy mi is az a veszély valójában, ami téged fenyeget, és minek az elvesztése az, ami ilyenkor benned a veszteségtudatot, vagyis a félelem gyökerét jelenti. Tulajdonképpen minden biztonságérzeted ingatag lábakon áll. No, mi történhetett? Vagy mi az oka annak, hogy ez a szorongás, ez a magadba vetett óriási bizalmatlanság és bizonytalanság kialakult benned és fönnáll, és hogyan kezeld? Természetesen egy 10-15 perces videóban nem fogok tudni neked mindent megoldani, de még csak elmesélni sem, úgyhogy csak nagyon nagy vonalakban próbálok neked új nézőpontokat adni. Ugye azt mindannyian tudjuk már, hiszen elég tudatosak vagytok ti, akik engem követtek és hallgattok itt a YouTube-on vagy a tündérszép.hu blogon, hogy mindaz a személyiség, mindazok a személyiségbeli jellemvonások, amik ott vannak benned és működtetnek, azok valahonnan a gyerekkorodból datálódnak. Hiszen megszülettél ide ebbe az életedbe egy nagyon aranyos, szeretett gombócként, egy kis újszülöttként, akinek még semmilyen fogalma nem volt, semmilyen gondolata nem volt, sem önmagáról, sem pedig a külvilágról. Nem tudott gondolkodni, egyszerűen boldog volt. Azonban, ahogyan nevelkedett, elsősorban a szülei megpróbálták neki megtanítani az életet. Megkapta a szüleitől ez a pici kis csecsemő, aki te magad is voltál, a szabályokat, az elveket, a nézőpontokat, a sémákat, a mintákat, a példákat, amelyeket követnie kell ahhoz, hogy életben maradhasson, vagy hogy sikeres, elégedett felnőtt lehessen. Ez ebből látszik, hogy tulajdonképpen születésedtől fogva a külvilágnak volt a legnagyobb szerepe abban, hogy milyen emberré, milyen gondolkodóvá váltál te. Na most, ha ezt nézzük, akkor természetesen egyértelművé válik, hogy valahol a gondolkodásodban keresendő a válasz arra, és emiatt a neveltetéseidben is, például a szüleidhez való viszonyodban keresendő a válasz arra, hogy most miért vagy szorongó. Természetesen egészen biztos lehetsz abban, hogy a gyerekkorodban ért valami olyan esemény, vagy trauma, vagy bármilyen történés, aminek kapcsán te a biztonságérzetedet nem élhetted meg. Ugye a pici csecsemő a szüleibe próbál kapaszkodni, és ahogy növekszik, úgy jelentenek kamaszkoráig fontos támaszt és kapaszkodót a szülők. Ha a szülőkben nem tud biztonságot találni, ha a szülők ingatagok, bizonytalanok vagy nem figyelnek rá eléggé, akkor nyilvánvalóan a külvilágtól várt biztonságérzet nem tud egészen szépen, stabilan megjelenni ebben a kis cseperedő, növekvő kisgyerekben. Minden bizonnyal itt kell keresni a szorongásodnak azokat a nyomógombjait, amelyek bekapcsolták. De
attól függetlenül, hogy a gyerekkorba vezetnek vissza a nyomógombok, valójában a szorongásod oka nem gyerekkorban keresendő, hanem az elme működésed megértésében. Ha meg tudod azt érteni, hogy hogyan épül fel az elméd, a gondolkodó éned, ha meg tudod azt érteni, hogy miért úgy gondolkodsz magadról és a világról, ahogyan gondolkodsz, és ha meg tudod azt is tanulni és érteni, hogy milyen lehetőségeid vannak ezt a gondolkodó elmét formálni, nézőpontot váltani, és a saját szolgálatodba állítani, akkor meg is oldottad a szorongással kapcsolatos feladataidat. Magyarul, ahogyan a gyerekkorodban működtél és működtettek a szüleid, az csak egy nyomógomb. Nem az a valódi oka arra, hogy miért szorongsz, hanem azt kell megértened, hogy mi működtet téged az elmédben, és ott fogod megtalálni a kulcsot is az előrelépéshez, a megoldáshoz. Na most, ez azért nagyon jó hír, mert akármilyen volt is a gyerekkorod, hála az égnek, nem kell időutazást csinálnod, és visszamenned a gyerekkorodba, hogy megnézd ezeket a nyomógombokat, és hogy kioldhasd a benned lévő szorongásokat. Nem kell visszamenned a gyerekkorodba ahhoz, hogy a megoldások felé terelődj, és egy szorongás nélküli, nyugodt, higgadt, boldog felnőtté válhass. Sőt, még csak a szüleiddel sem kell személyesen leülnöd és órákig beszélgetned, feltárva a múlt sebeit, hogy ez a helyzet megoldódhasson. Ráláthatsz a múltadra, de hidd el, a megoldás a jelenben, a kezedben és a fejedben van. Na hát, hogyan működik az elméd akkor, amikor szorongsz? Először is képzeld el azt, hogy ketten vagy. Tudom, hogy ez furán hangzik, de két valaki lakik benned, hogy leegyszerűsítsem a dolgot. Valójában lehetne sokkal bonyolultabb is, de szerintem így lesz a legérthetőbb. Szóval lakik benned valaki, aki megszületett erre a földre, aki az édes kis csecsemőben is benne volt, amikor te ott megszülettél anyukád pocakjából. Szóval ez a valaki a te eredendő valóságod, ez egy boldog, önálló, teremtő, bármire képes lény, aki eddig is életed minden eddigi pillanatában jelen volt és megélte önmagát. Neki köszönheted minden erődet, minden tetterődet, az életet magát, a teremtéseidet és mindazokat az élményeket, amelyekben képes voltál jelenben lenni és megélni önmagadat. Ez a te eredendő valóságod. És van benned valaki más, ez a második éned, aki pedig a születésed óta növekszik benned, ez a gondolkodó éned. A teremtő, önálló, eredendő valóságod, és a gondolkodó éned, a te két lényed, a te két önmagad. A gondolkodó éned az elméd, a fejedben lakik, és aképpen gondolkodik rólad és a világról, ahogyan a szüleid neveltek, ahogyan megtanított téged a külvilág gondolkodni magadról, láttatni magad, észrevenni magad, illetve a világot is megérteni. Ez a te tanult éned. Igen ám, ennek a kettőnek azonban szoros együttműködésben kellene működnie, méghozzá úgy, hogy mivel az eredendő éned volt hamarabb benned, és ő a te eredendő valóságod, neki kellene vezetnie a gondolkodó ént. Igen ám, de a gondolkodó én, az elméd, az folyamatosan a külvilágot pásztázza, mert az ő feladata az, hogy téged biztonságosan életben tartson, vagyis a gondolkodó énednek mindig úgy kell gondolkodnia rólad és a világról, hogy téged ebben a csúnya, gonosz külvilágban biztonságosan életben tudjon tartani. Ezért a gondolkodásod fókusza a külvilág felé irányul. Tulajdonképpen a gondolkodó éned a külvilág által épül föl, és a figyelme folyamatosan a külvilág felé is irányul. A gondolkodó éned a kapocs közötted és a külvilág között. Na most ezzel csak egyetlen egy probléma van, hogy mivel a gondolkodó éned háttal áll neked, és tulajdonképpen nem vesz téged észre, ezért gyakorlatilag folyamatosan a külvilág felé közelít.
és téged, a te eredendő, önálló, bármire képes kis valódi énedet egyszerűen nem veszi észre. És minél inkább a külvilágra összpontosít a gondolkodó éned, aki rólad is gondolkodik, annál inkább eltávolodik a te eredendő valóságodtól, és azt hiszi, hogy ő irányít téged. Felnőtt korra, amikor már szorongó felnőtt lett belőled, addigra már teljes mértékben azonosulsz ezzel a gondolkodó énnel, aki a külvilágra fókuszál. A külvilágra való fókuszálás pedig azt jelenti, hogy minden gondolatodban a külvilág impulzusai alapján próbálod a helyedet meghatározni és magadat értékelni. A külvilág véleménye alapján, a külvilág tettei alapján, a külvilág visszajelzései alapján próbálsz magadról értékítéletet vagy gondolatokat megfogalmazni. Egészen pontosan ez azt jelenti, hogy folyamatosan meg akarsz felelni a külvilágodnak, annak az elvárásainak, és jó ember akarsz lenni a külvilág szemében, csak azért, hogy értékes lehess, és hogy figyelmet, szeretetet kaphass. Mert nem veszed észre, hogy az eredendő valóságod, a te valódi éned egyébként csupa szeretet. Mivel nem látod az eredendő énedet, így marad hát a külvilágra való támaszkodás. Csak hát a külvilág nem jelez neked egyértelmű információkat vissza, nem tud objektív képet alkotni rólad, hiszen lehet, hogy Béla ilyennek lát, Józsi meg teljesen másmilyennek téged. Hát akkor hol a kapaszkodó? Úristen, minek kell megfelelnem? Mi hiányzik belőlem? Milyen legyek, hogy szeressenek? Milyen legyek, hogy sikeres legyek? Milyen az az énem, aki tiszteletre méltó? Milyen az, akit elfogadnak? És óriási kérdőjelek és kétségek jelennek meg a fejedben. Ez pedig nem okozhat mást, csak szorongást benned. Tehát magyarul van egy valódi éned, akitől már elszakadtál, és nem látod a valódi erődet, nem tudod, ki vagy. A külvilágra akarsz támaszkodni, benne kapaszkodni, de onnan pedig nem kapsz egyértelmű visszajelzéseket, objektív mércéket. Így két világ között lebegsz, hát nem csoda, hogy szorongó lettél, és folyamatosan keresed a helyedet. A szorongásod legtöbbször gyomoridegben fog megjelenni, mert hogy egyébként itt gyomortájon van az egónak a energetikai lakhelye a szolár plexus csakrádban, úgyhogy nem véletlenül itt érzed a szorongást. Nem a szíved szorong, hanem mindig a szolár plexus. Ahogyan ez Gábor szokta mondani, ez a két csakra egymással telek szomszéd, és hát bizony a szorongásaid jócskán túlmutatnak ezeken a körökön. A feladat tehát az, hogy megismerd a gondolkodó énedet, és hogy minél közelebb tudj kerülni az eredendő, teremtő valóságodhoz. Nem lesz időm elmondani egy videóban, hogy milyennek a módja, de kérlek, hogy kövesd a többi videómat, vagy a cikkeimet, amelyekhez szintén ingyen jutsz hozzá a tündérszív.hu blogon, vagy ha valóban hatható segítséget szeretnél, akkor tarts velünk önismereti kurzusainkon. Ehhez a témához leginkább az önelfogadás kurzusunk passzol, ezt ajánlom nektek szeretettel. Tartsatok velünk, Gáborral közösen szeretettel látunk benneteket élő online közvetítésekkel is most már, úgyhogy akár külföldről is velünk lehettek, kérdezhettek és aktívan részt vehettek minden egyes rendezvényünkön. Vagy szerezzétek be otthon a önismereti könyveinket, és jussatok felismerésekre otthon kényelmesen magatokról. Most pedig elköszönök, kívánok sok sikert, jó egészséget, jó sok pénzt, szeretetet, szerelmet, boldog párkapcsolatot, és mindent, amit magadnak, magatoknak kívánnátok még.